Megérkezett Győrbe a női kézilabda bajnokok ligája címvédő Larvik HK együttese. A norvégok edzést is tartottak a mérkőzés helyszínén. A vendégek vezetőedzője Ole Gustav Gyekstad azt mondja, csapata jól felkészült, és nagyon várják már a vasárnapi összecsapást. Jól sikerült a felkészülésünk, jó úton haladunk afelé, hogy egy jó meccset játszhassunk vasárnap. Elég nehéz héten vagyunk túl, hiszen szerdán is játszottunk, de ez a mérkőzés is jól sikerült. Mit vár az Eto elleni mérkőzéstől? Tudjuk, hogy nehéz mérkőzés lesz egy nagyon jó csapat ellen. A legfontosabb, hogy a támadásaikat meg tudjuk gyengíteni, hiszen ez az igazi ereje az Etónak. Emellett persze kihívás lesz az is, hogy gólokat tudjunk lőni a kiváló kapusaiknak. A két csapat nagyon jól ismeri egymást. Ez ön szerint jó vagy rossz lehet? I think it's quite that the way it works in the Champions League. All the teams are. Ez megszokott dolog a bajnokok ligájában. Minden csapat nagyon jól ismeri a másikat. Megvan minden lehetőségünk, hogy tanulmányozzuk az ellenfeleinket. Ők is sokat tudnak rólunk, de mi is sokat tudunk róluk. Ez szinte mindig így van a bajnokok ligájában. A Larvik világbajnokai közül csak egy Lin Schulland, aki valószínűleg vasárnap újra kulcs szereplő lesz. Szerinte nyílt csata várható majd a két továbbjutó helyért. Nagyon nehéz mérkőzésünk lesz vasárnap egy nagyon erős csapat ellen, tehát nagy küzdelemre készülünk. Ha a BL egészét nézzük, mit gondolsz az idei szezonról? Nem láttam sajnos sok meccset a többi csoportból, úgyhogy róluk nem nagyon tudok mit mondani. A mi csoportunk viszont nagyon erős. Nehéz megmondani, ki fog tovább jutni innen a legjobb négybe. Már csak azért is, hiszen éppen most győzte le a Midtjylland az Icsakót. A Győr nagyon erősnek tűnik idén, de még csak félúton vagyunk, sok meccs van még hátra, úgyhogy nehéz jósolni. Az Audi Eto KC és a Larvik összecsapása vasárnap 4:30-kor kezdődik majd. A csoport másik mérkőzésén a Midtjylland 23-22 arányban tudta legyőzni a tavalyi BL döntős Icsakót.